csodálatos. Már itt vagyunk az Erkel Színházban. Ez egy mérvadó ranghely, egy színház, ami eleve az emberek úgy gondolkoznak, ez más, mint egy koncertterem, vagy más, mint egy Budapest Park, vagy stb. Hanem ez egy színház, ezért akartunk köntöst adni a gyereknek, és egy fantázia nevet kitalálni erre a produkcióra. Ebből született az, hogy ugye ebben 10 év alatt jó sok oldalamat kellett megmutatni, vagyis árnyalatokat, és akkor ebből lett ez az 50 árnyalata. Mindenkire büszke vagyok, egyenként mindenki a nővérem, mert nem is kell beszélni, szerintem az ország legjobb hangja, és én vagyok a legszerencsésebb férfi a világon, akinek a duett partnere az a Linda. Viktor egy zseniális tehetség, és szinte intuitívan tudjuk egymásról, hogy most ki merre fog lépni, meg mit fog csinálni, úgyhogy ez nagyon jól működik nálunk. Igen, én olyan vagyok, mint a Lady Gaga, átöltözök. Nyomjad, tesó! Nálunk azért örömzenélés van. Tehát mi azért eszméletlenül jól érezzük magunkat a színpadon, hülyeskedünk, dzsemmelgetünk, tehát hogy... És ez szerintem a közönségnek is át szokott jönni, hogy mi ezt igazán szeretjük csinálni. Majka, Peti, hát imádom a Petit, csomót dolgoztunk együtt. Ő épp készül a saját nagy koncertjére, de akkor is itt lesz. Závodi Marci, már elkezdtem vele dolgozni, már 2 éve folyamatosan dolgozunk együtt stúdióban. Imádom a csávót, egy borzasztó, hatalmas nagy tehetség, és örülök, hogy ez lesz a hivatalos első fellépésünk együtt. Bemutatunk a színpadon egy vadi új dalt, amit a közönség még nem hallott, Batman címen. Závodi Marci! Mindenkit, hogy álljon fel, hogyha jól érzitek magatokat, álljunk fel, nem baj, hogy ülős a koncert, hajlások még eddig felállni. Az a lényeg szerintem, hogy a színpadi jelenlétben, hogy minden inkább hergeljük egymást, és minden inkább energiadúsabban tudjuk előadni azt, amit kell. De nyilván, amikor írunk egy közös dalt, vagy valami, akkor ugyanúgy megvan ez az éneklős atmoszféra, tehát akkor mindnyájan beleszólunk valamit, tudod, és szerintem, amikor együtt énekel valaki, akármilyen környezetben, ott megvan az a kémia, ami szerintem a színpadon is ugyanannyira fontos, és ennek kell megjelennie. Utolsó vendég, nem utolsó sorban vendég, a Balázs Fetszó, aki számomra a egyik legnagyobb meglepetés, mert ugye feldolgoztam az ő dalát, a Maradj Velem egy pár évvel ezelőtt, de soha nem csináltunk semmit vele. Szeres vagyok, fáradt vagyok, s nehéz a szívem. Ezt a verziót így velem még soha most először debütálunk. Ez a 1979-ben íródott az első korán lemezre, de hál' Istennek pár évvel ezelőtt, talán 8 vagy 10 évvel ezelőtt a Király Viktor apukája megkeresett, aki ott lakik közel hozzám a hegyen, és megmutatta ezt az angol verziót, és nekem nagyon tetszik olyannyira, hogy tovább mentünk, és szerettünk volna ennek a dalnak egy maradandó emléket fölvenni, megőrizni, és ezt a stúdióban föl fogjuk énekelni a Viktorral ebben a verzióban, ahol ma este elhangzik. Maradj velem, segíts nekem, figyel hazám, fogd a kezem. Mindenképp ki fog emelkedni az én karrierembe, ez egy csúcspont lesz. Nem akartam egy decemberi koncertet csinálni, hogy évzárást 2018, és akkor megednepeljük egy nagy koncerttel, hanem a kezdést akartam, a 19-es kezdés, hogy innentől még folytatjuk, és ez egy ilyen mérföldkő.